Idén 18 műsorszámot mutattak be a fiatalok a temerini középiskolások népzenei és néptánc vetélkedőjén. Az Óbecsei Károly Jágon két kategóriában is versenyzett, zenekarral és szólóban. Utóbbiban első díjas lett. Népzenét így külön 6 éve, vagy most már lassan 7 éve, de viszont már 10 éve hegedülök. A háromtagú zsűri 6 kategóriában ítélt oda díjakat. Szólóének, énekcsoport, szólóhangszer és hangszerkettős, zenekarok, szólótánc és tánccsoportok. Nagyjából azt, amit általában ilyenkor figyelembe szoktunk venni, tehát azt, hogy szakmailag mennyire hiteles, mennyire autentikus akár a megszólalás, akár a hangszerjáték, akár a tánc, illetve nyilván figyelembe veszük azt is, itt a középiskolások esetében egy kicsit könnyebb, mert itt azért azonos a korosztály, tehát nagyjából tudjuk őket egymáshoz is viszonyítani, tehát korosztály szempontjából nem kell különbséget tenni. Azoknak a gyerekeknek, akik középiskolában is kitartanak a népzene és a néptánc mellett, szinte biztos, hogy egész életükben része lesz. Ezért fontosak az ilyen események, mondta a szervező. Általában a fiatalabb korúakkal foglalkoznak inkább, aztán középiskolában valahogy úgy elvesznek. Nyilván helyet is változtatnak a gyerekek sok esetben, tehát máshová kényszerülnek középiskolába, és egy kicsit, mintha kicsúszna aluluk a talaj, és hát ezt szeretnénk egy kicsit megkönnyíteni nekik, hogy azért a helyüket könnyebben megtalálják, viszont a mozgalomtól ne távolodjanak el. Amíg a zsűri elvonult, a török kanizsai Bodros Tambura zenekar koncertezett, az eredményhirdetés után pedig vacsora és tánchez következett, ahol a Berbence zenekar húzta a talpalávalót.